A nyugdíjas pedagógus klub idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Mint arról a csoport jelenlegi elnöke Ádám Sándorné beszámolt, a klub azzal a céljal jött létre, hogy a nyugdíjban vonuló pedagógus kollégák számára egy aktív közösséget biztosítson. Továbbra is jó szívvel emlékeznek vissza az alapító Parag Józsefre, valamint Kácsor Ferencre, akik rendkívül sokat tettek az oktatásért és a városlakókért. Bár a bezártság megnehezítette az események szervezését és lebonyolítását, így is számos sikeres és népszerű programon vehettek részt a nyugdíjas pedagógusok. Nagyon sok programot szervezünk, nem csak ezeken a csütörtöki napokon, hanem kimozdulunk tágabb területekre is, kirándulunk hazai, külföldi kirándulásaink vannak minden évben, aztán Megyénkben, városunkban, városi séták, múzeumlátogatások, színházlátogatások, városi rendezvények is, is megtalálhatók vagyunk, nagyon szívesen megyünk egy-egy megnyitóra is. Úgyhogy benne vagyunk a város életében, és szeretünk is benne lenni. És látjuk most is, hogy pörögnek az események, nagyon sűrű ez a december is. Ádám Sándorné elmondta, a koronavírus járvány súlyosan érintette a klubjukat, több társuktól is a vírushelyzet miatt kellett búcsúzniuk, emellett pedig immár a második éve maradt el a hagyományos karácsonyi rendezvényük. Karácsony a következő, ami szintén hagyomány, amit most le kellett mondanunk, fájó szívvel, és tavaly sem volt a pandémia miatt, meg Tartva, pedig ez is egy nagyon-nagyon várt esemény, mert ilyenkor iskolások, ö, kollégák segítenek bennünket, kisiskolások jönnek, műsort adnak, és, és egy ilyen batyus ö, kis kerekasztalos, vagy asztalokat összetevő kis társaságok alakulnak. Ö, hozzuk a kis süteményünket és egy kis innivalót is hozzá. Nagyon jól érezzük magunkat. Az elnök hozzátette, a klub tagjai számára különleges esemény a húsvét, valamint azok a programok, amelyekre vendégelőadókat hívnak meg, de természetesen a házon belüli tehetségek is megmutathatják magukat a közösségnek. Emellett felejthetetlen élményt nyújtott a koronavírus járvány miatt már kétszer elhalasztott a maják és Dél-Amerika kultúráját bemutató előadás dr. Kubánné Pintér Anna Mária tolmácsolásában a farsangon pedig vendéget is szoktunk hívni, hogy feldobja a társaságot, és vagy magunk készítünk egy kis műsort, tombola van, és hasonlóan batyus. Nagyon nagy szükség van a kirándulások mellett, az előadások mellett, hiszen minden évben sok-sok előtt hívunk, ha az évkönyvünket majd lapozgatják, akkor látják, hogy nagyon sok előadót hívunk. Elsősorban a korunkból következően egészségügyi témákat kérünk. Ádám Sándorné kiemelte, a szabolcs szatmár bereg megyén belüli kirándulásaikhoz kifejezetten kedves emlékek kötődnek. A jövőre való tekintettel azt mondta, továbbra is szeretnének egy aktív összetartó közösségként fennmaradni a nyugdíjba vonuló kollégáik számára